Ez egy nagy felelősség egy idézőjelben egy spanyol csapattól igazoltam, egy jó csapatból. Ebben a szezonban ötödikek lettünk a bajnokságban, és az Európa Kupában, a KEG-ben is elődöntőt játszottunk a Flensburggal. Nem érzem, ez egy nagy kihívás nekem. Én szeretnék bizonyítani itthon, szeretném azt bizonyítani, hogy igenis megállom a helyem, és Magyarországon is képes vagyok teljesíteni. Ez csak egyetlen úton lehet megoldanom, hogy én is beálljak a srácokhoz, és ugyanúgy dolgozok, ahogy ők, és minden meccsen kitegyem a szívemet, ahogy ők teszik. Ez a bizonyítási vágya egy picit mélyen belülre nézel magadba, szól a válogatottságnak, hiszen azért 50-szeres válogatott, vagy közel 50-szeres. Így van, ez azért ennek is szólhat, van egy ilyen oldala is a dolognak. Ugye már egy jó másfél éve, hogy nem voltam a válogatottban. Én nagyon, nagyon szeretek a válogatottba szerepelni, de szerintem mindenki így van vele, aki egyszer is felhúzta magára a címeres mezt. Más oldal pedig magamnak szeretnék bizonyítani, hogy egy ilyen közösségnek, mint itt Csurgon, szeretném a legtöbbet nyújtani, szeretnék mindenben segíteni, mint támadásban, mint védekezésben, mind azzal az apró dolgok, amit én kint Spanyolországban magamra szedtem, ha csak a fiataloknak is pár dolgot át tudok adni. Mert azért a 3 év alatt kint Spanyolországban rengeteg élményem volt, és rengeteg olyan szituációba kerültem, amit előtte Magyarországon nem tapasztaltam. Igen, én úgy gondolom, hogy a játékos keret elégedett lehetek, jó játékosok, jó csapat lesz, és úgy gondolom, hogy idén végre sikerül megvalósítani az álmokat és érmet szerezni. Azt hiszem, hogy ez egy teljesen reális és normális elvárás is. Ez most már a 3. év, és 3 év alatt egy ilyen stabil klubnál, egy ilyen stabil elképzeléssel rendelkező klubnál, illetve jó játékos állománnyal el kell érni ezt a célt. Én bízom benne, hogy a munkánkat nem fogja nehezíteni, nem fogják nehezíteni sérülések, és úgy fogunk tudni dolgozni, hogy nem lesz probléma, és nem lesz semmilyen akadály ennek. Elégedett vagy a sorsolásra? Igen, úgy gondolom, hogy jó a sorsolásunk. Hazai pályán kezdünk, és a 4. fordulóban lesz az első rangadunk. Én azt hiszem, hogy igazából mondhatom kis túlzásra, hogy mindegy, hogy milyen a sorsolás, nekünk teljesíteni kell az elvárt céljainkat. Magunkkal szemben elvárt, és természetesen vezetők és szurkolók által elvárt célokat. Úgyhogy ha erről az oldalról nézem, akkor teljesen mindegy. Ha edzői szemmel nézem, akkor természetesen nem mindegy, hiszen a formaidőzítés szempontjából fontos feladatai vannak, és fontos szempontok, de én azt gondolom, hogy a jelenlegi sorsolásunk jónak mondhatok.